Sziasztok, sziasztok, Kiper vagyok, üdv a csatornán, amint látjátok, folytatjuk a Long Dark nevű sorozatot. Na, figyeljetek, az a nagy helyzet, megmondom őszintén, hogy nem engedi oda rakni, most miért nem. Na, nem nagyon tudom, hol tartunk. Ja, oké, le van nagyjából menve mindenünk, csak... És ennek mi baj volt? Na, nézzük meg itt, mi a helyzet. Az a gond, hogy... Ott tartottunk elvileg, hogy kellene szereznünk valamilyen kaját, de elvileg hány óra van? Hol az óra, gyerekek? Hol az óra? 5 óra 28, az nagyon nagyszerű nekünk. Meg kellene nézni, hogy van-e valamilyen... Ó, oh, kaja lehetőség. Hol van? Food and drink. Ó, oh, de nagyon nincsen semmi, láttátok ezt? Ez az összes food és drink nálunk, úgyhogy nagyon gyorsan el kell mennünk csavarogni, hogyha... No lamps in inventory. Nincsen lámpánk az inventory-ben. Ó, oh, és így... Ezt nem is tudtam, hogy így az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es gombokon alapban van valami cucc, például ez a flare. Na figyeljetek, nem húzom tovább az időt, gyors megkapcsoljuk a lámpát, és akkor elmegyünk kaját szerezni, mert meg fogunk halni. Komolyan mondom. Le kellene kapcsolnom. Hogy kapcsolja le? Hogy kapcsolja le? Ja, így. Oké, akkor ezt ledobom, és akkor húzom gyorsan kaját szerezni, mert tényleg meg fogunk halni. Fegyverünk ugye még nincs. Fegyverünk ugye még nincs, kaják meg már nincs. Na, figyeljetek, egy kicsit problémánk vannak, mert gyorsan fogunk fagyni, úgyhogy belehúzunk egy kicsit. 30% kondícióban vagyunk, ez nem valami sok. Ugye mondtam, hogy itt elmegyünk arra, és akkor balra. Ó, nézzétek, ott van egy élő lény. Ugye pont kajára lenne szükségünk, erre nem tudom megszerezni azt a mobotot. Mármint azt a szarvast nem tudom megölni. Olyan rég volt ez a videó, vagy ez a játék, olyan rég játszottam el, hogy kicsit el is szoktam tőle, nem is tudom, hogy mi merre van. De tudom, hogy végig szedegettük mindent, aztán nem találtunk igazából semmit, hanem csak az időhúzás volt, és semmi hasznos dolog nem ütötte a markukat. Majd valahogy így mondják, ugye? Aj, éhesek vagyunk. És rettentő gyorsan fagyunk, rettentő gyorsan megy felfele az a... Nem tudom, ezt hogy lehetne megoldani, hogy amikor kijövünk, akkor ne kapásból az legyen, hogy már elkezdünk fázni. Nem tudom, én biztos persze, izével... ruhával, de hát minden fel van véve ránk, fel van véve ránk, és igazából a legjobb, amit tudok találni. Nincs jobb. Ez mi? Halljátok ezeket a hangokat? Meg mi, miért nyög? Miért nyögünk? Azért, mert 30% kondíción vagyunk, azért már kapásról nyögni kell. Valahonnan kell szereznem asap valami jó kis cuccot, mármint kaját minimum, és valami hóvihar van, és szerintem ez miatt nagyon-nagyon gyorsan fogyunk, mert mint látjátok, így fúj a szél, mint az atom, és remélem, hogy ez nem zsákutca, mert zsákutca, akkor komolyan mondom, itt fogunk megfagyni éhen. Éhen fagyunk meg. És onnan fúj az a szél. És mindjárt elkezdünk fázni, az meg a legrosszabb, hogy folyamatosan csökken ugye a HP-nk, mármint a kondíciónk, és igazából semmilyen dolog nem történik velünk, csak annyi, hogy fázunk. Nem tudom, srácok, nem tudom, hogy mi lesz. Ott az a földön, ott egy háttáska. Jaj, már tudom, hol vagyunk. Tudom, hol vagyunk. Nem rossz hely, csak az a nagy probléma, hogy nem lesz olyan hely, ahova... És azt hiszem, hogy ezt nem tudom. És értem? Ja. Kellene hozzá cucca ahhoz, hogy kivegyünk valamit, és nincs nálunk semmi. És elkezdtünk fagyni, gyerekek, és 30% kondíció, és mi a francot tudnék csinálni komolyan. Ezt nem szeretem ebben a játékban, hogy egyszerűen nem lehet kijönni. Nem tudom, hogy ezt hogy tudjátok megoldani ti. És ezt nem tudom felvenni. És ezt fel tudom? Match kit? Ez komoly?
Ja, csak ennyi. Jó, kaja van. Hát de ezzel nem megyek ebből csukba, gyerekek. És igazából most két dolgot tehetnék. Gyors, vagy visszafutok a... Ugye onnan a Oreahorna jöttem, vagy megyek tovább. Igazából 29%. Hát ezt a kaját megeszem, akkor lejjebb megy az éjségérzetem, de sajnos... Tudom, még ugyanúgy fogok fázni, ráadásul valami farkas itt üvölt. Komolyan mondom, írta egy személy, hogy valami 30... Jó, éhesek vagyunk, vagy mit tudom én. Írta egy személy, hogy már 30 valahányadik napnál tart ebbe a játékba. Hát megmondom őszintén, nem tudom képzelni, hogy hogy. Még így a második napon meghalok, meg rá... Cold. Tudom, hogy fázol, ember. Elhiszem. Komolyan. Jaj ne, és itt ugye ide mementem ezelőtt, a legelső gameplaybe, legalábbis amikor próbáltuk itt a dolgot, és itt volt ez a hülye farkas. Nem tudom, mit csináljunk, bemenjünk ide, és legalább fedett helyen leszünk. De lehet, hogy ott a farkas. Nem tudom, hogy random spawnolja ezeket a dolgokat, mármint ezt a farkas, ez megint ott lesz, vagy pedig most nem. Itt volt, ugye? Itt volt ez a dolog. Ahova be lehetett menni. Nézzük meg. Nem itt volt. Nem itt volt. De itt volt, ott van. Ott van. És olyan... Azt akartam mondani, hogy olyan szépen kitöri a lábát, remélem, hogy most nem. Jó, nem törte ki. Hát én... Ne haragudjatok. Kénytelen vagyok. Miért kaptam 15% kondíció zuhanást? Azért, mert leesett. És ezt nem tudom bántani. Hát nagyon ki vagyunk, gyerekek, be kell ide mennem. Ne haragudjatok. Hát nagyon-nagyon bízom benne, hogy nem lesz farkas. Ez az egyetlen esélyem. Nem megyek bejebb egyelőre. Mentett játék, szíved. Oké, okay, sokra megyek veled. Gyorsan megpróbálunk enni valamit. És már szívdobbanás hallatszik. Hú, és ilyenkor már ilyen hangokat hallunk, mert nagyon készen vagyunk. És most jövök rá egyébként. Mert meglétszik. 9%-on van a kondíciónk. Jó, ez legalábbis a kód is megy lefelé. Jó, akkor elvileg túléltünk. De ha itt bent lesz egy szarva, vagy egy szarvas. Ha ide bent lesz egy valamilyen élőlény, egy farkas, akkor végünk van. Jó. Hát én annyit tudok csinálni, hogy most... De kurvára megjettem. Ne arra úgyatok, hogy csúnyan beszélek, de a hátamon borsózik a bőr. Hát komolyan. Nem hiszem el, gyerekek, hogy meghaltunk meg. Komolyan mondom, hát nem, megőrülök. Hát hogy a francba van az, hogy például Kun Katara írta azt, hogy 34. napon van túl ez be a játékban. Hát én ennyire nem tudom, hogy mit tudok csinálni, hogy ne legyek ennyire béna, nem, komolyan mondom. Na minden, nyomok egy Start New Sandboxot, és megnézzük, hogy hova rak le minket, mert nem akarom, hogy ennyi legyen ez a gameplay, de hát komolyan mindent megtettem. De mit lehet az ellen tenni, hogy kilépek ebből a rohadt házból, és egyből elkezdek fagyni. Oké, tudom, hogy ruhászkodás, de honnan vegyek ruhát? Na srácok, akkor elvileg ugye újjászülettünk. És elvileg akkor mindenképpen van ott bent. Van ezelőtt voltunk egy darab srác. Vagy egy darab farkas. És azt nem mondja nekem a játék, hogy most éjszaka van. Nem. És mi ez ott, mi ez a hely? És mi ez a hely, és miért látok csak az orrom még? Gyerekek, nézzétek. Nézzétek a látótávolságot.
Ez nem túl fényes, nem? És mondjátok meg nekem, hogy mit csinálok rosszul ebbe a játékba. Mert én nem tudom komolyan. De mi ez a hely? De elvileg nem éjszaka van. De mégis korom sötét van. Mi történik itt? És nézzétek, Gold az már megy, mint, megy felfele, mint az állat. Értem én, hogy fedett helyre kell menni, de hát fedett helyen nem tudok kaját szerezni. Kellene szereznem fegyvert, lehet, hogy utána kell néznem, hogy honnan tudok fegyvert szerezni. Gyerekek, hol vagyunk? Hol vagyunk és miért van ilyen rohadt sötét? Nem tudom képzelni, hol vagyunk. Ez mi ez az erdő? Milyen hely ez? Nem is rémlik, hogy ilyen helyen lettünk volna, meg ráadásul az, hogy ilyen sötét van. 6 óra 13-kor. Elvileg nem éjszaka van. Nem reggel, és mitől van ilyen sötét? 20 van. Ez lehet ilyen hóvihar-szerű dolog, csak éppen, vagy köd. Ez ilyen időjárás effekt? Vagy szimplán szivat minket a játék? És nem változik semmi, folyamatosan ez az erdő. Nem látok semmi, mert hogy most bárhol is valamilyen épület, de még ráadásul egy hegynek, vagy egy látható falnak sem megyek neki. Üvöltenek a farkasok, tökéletes. Nem tudom, hogy merre kellene haladnom. Hát megyek egy irányba, annyit tudok csinálni, hát nem tettek róla, ide rakott le a játék, gyerekek, meg ráadásul ilyen eszméletlen nagy ködbe. Nem tudom, komolyan, most nagyon meg vagyok lőve. Most nagyon elveszítettem a tájékozódó képességemet, de ezt szerintem ki nem veszíteni. Annyit megpróbálok, hogy ne körbe-körbe menjek, egy irányba menjek. És előbb-utóbb csak belefutok valami képződménybe, de ez nagyon para itt. Csak próbálj meg túlélni, nem igaz? Mondja, hogy például azt a szarvast, azt hogy tudom megölni? Oké, tudom, hogy lehet valahol puskát szerezni, de hol lehet puskát szerezni? Meg ráadásul. Azon kívül úgy esélyetek nincs megölni ezt a szarvast, ugye? Mármint az mindenképp a puskával megy, most én hiába futkozok utána. Egyszerűen le sem tudom gyűrni. Hát közelharci fegyvert például nem is enged használni, ugye volt baltám. Fegyvernek azt se lehet berakni, hanem csak fárvágni lehet vele. És nézzétek, semmi, csak ez a fél homály, meg és már fázik a srác, és mindjárt kezd csökkenni a kondíción kezelre, mivel hideg van, és ráadásul elvileg nappal van, gyerekek, és nézzétek, milyen jó, nagyon jó idő van. És szerintem így semmi esélye. Biztos, hogy itt fogok megdögleni. És nem hiszem, hogy ilyen hatalmas lenne ez a map, gyerek. Hát ez nem is, nincs is olyan lehetőség, hogy ezt elkapjam. Itt fogok megdögleni. Ez tukkó. Lerakott valahova, és ugyanúgy meg fogok halni, mint az előbb. Nem. Már fagy a srác, látjátok. Ugye semmi nincs rá, még tűzrakó dolog se, hogy tüzet rakjuk. Meg ugye az előző gameplayben megtapasztaltuk, hogy hiába rakjátok tüzet, az történik ugye, hogy kint, hogyha nem... Ne... Oké, jó, meg fogunk fagyni, tudom, meg nagyon hideg van, de kint, meg sem próbáljátok tüzet rakni, legalábbis én tüzet raktam, és ugyanúgy fagytam meg ide kint. Nem melegít a tűz, éget, hogyha belementek, azt annyi. És ekkora lenne ez a map. Én egy irányba megyek azóta, amióta itt nekiálltam újjászületni, de úgy látom, hogy semmi olyan, hogy behatárolná ezt.
Nem tudom, komolyan nem tudom, hogy hova tudnék ki, hova lyukadok ki. Oh! Oh! Ó, oh, és itt azt hiszem, hogy van egy kályha. Most már tudom, hol vagyunk, ebben lesz egy kályha, igen. Nagyon jó, nagyon jó. Nézzük meg, hogy lehetőségünk van-e ahhoz. Ja, nincsen tűzifánk, és nincsen semmilyen olyanunk, hogy tudnék tűzifát vágni, ugye nincs baltán. Nem tudom, hogy el lehet-e küldeni, nézzük meg. 300. Próbáljuk meg. Semmilyen szerszámmal, nem tudom, hogy mit működik egy óra alatt, hogy szerezett tűzifát. Ó, legalább kitisztult a dolog, nagyon jó. Igaz, hogy 89-re nem ment a fagyásunk, és jaj, de jó. És szereztünk valamilyen fát? Nézzük meg, ah. Itt megnézem a sztárom, de a legegyszerűbb. Jaj, de jó, nagyon jó, nagyon jó, szeret, szeret. És rakjuk ezt is, és akkor próbáljuk meg. Nagyon jó, és ilyenkor megy fel idekint a hőérzetünk. Aha, jó, ez melegít, ennek örülök legalább. Most már tudom, hol vagyok egyébként. Ugye erre bókláztunk, hát úgy pontosan nem, de azt tudom, hogy erre már jártam. És az a nagy probléma, hogy mennyire fogunk itt megmelegedni, mert még mindig ugyanúgy csökken a kondíciónk a hidegtől. És ugye most itt én áldogálok, pedig szép és jó, hogy felmegy a, ez a csík, vagy lemegy, de addig éhesek leszünk például, meg minden. Ez a játék, ez egy verseny, ez tényleg az idővel, arról szól az egész, hogy próbálj, most nézzétek meg, most én itt hédelezek. És akkor meg kell próbálnom azt, hogy ez lemenjen, de hát iszonyatosan sokáig megy le. Semmilyen kaján például. Ha nem mozgok, ilyen fogok halni. Itt meg ráadásul most ezt ki tudom menni még a maradék alapanyagomat. Áó, valamit ráraktam még ráadásul. Na most már mindenképp megvárjuk. Ez nagyon-nagyon nem jó. Meg kell próbálnom, hogy talszok egyet gyorsan. Nézzük meg, ezt még úgysem próbáltam. És akkor aludjunk egy órát. Legalább kipróbáljuk, hogy mégis milyen ez. Nagyon jó, és akkor ezt felveszem, és akkor megnézzük most. Oké, okay. Hát ennyire ment le. Úgy látom, hogy ennél lehet, hogy jobban nem is fog. De megy, megy, megy nagyon lassan. Kellene még egyet aludni? Próbáljuk meg még egy órácskát. Még egy órácskát, hát, hogy belefér. Nem tudom, hogy van-e értelme. Az a helyzet. És elúgt a tűz. Elúgt a tűz. És jó, a kold az lemendett. Például éjjések lettük most. Ilyen így. Igazából 22-es csapdája pihentünk. Megmelegettünk, meg kajások lettünk. Más nem tudok tenni. És puri van, gyerekek. Ezt ha nagymázdig van, akkor találunk valami olyan helyet, ahol be tudunk húzódni. Nem, egyszerűen nincs más lehetőség. Hát, ugye volt egy jó hely, ahol ezelőtt az előző gameplayben megtaláltam meg, ahol onnan igazából elindultunk ebben a gameplayben, ott a tóparton. Tök nagyon... És már éhesek vagyunk, nagyon szupi. Ott tök jó, tényleg szuper jó volt, ugye volt minden, volt lámpám, volt tűzhely, nem fázott egyáltalán a srác. És mégis ott meg ott sem volt annyi anyag, mármint alapanyag, meg annyi tűzifa, annyi kaja, hogy túléljek. És ezt nem tudom, hogy ezt hogy tudom megoldani. És majdnem jó, visszaértünk, ugyanoda vagyunk. Ez jó, és remélem, hogy ilyen... Á, nem hiszem, enni, és nézzétek meg! Egy ilyen mini helyen leugratok. És most megint ez a problémája a gyereknek. És innen én leesek valószínűleg, hogy ez sebződik. Igazi, ezt azért túlzásnak érzem, na? És most nézzétek. És ugye kiment a bokám elvileg. És akkor kellene pihennem, különben nem tudok sprintelni, úgy.
Ugye ez a legnagyobb probléma, hogy kiment a pokek, hogy nem tudok sprintelni. Más gond, annyira nincs is vele. Egyébként gondoltam rá, mutatok nektek egy játékot majd. Megvan nekem, fel is rakom, és fogok belőle csinálni egy gameplayt, és ami nagyon-nagyon hasonlít erre a játékra, aki már nézte régebben a sorozatot, ezt a sorozatot, nézte a gameplayeimet, azt tudja, hogy melyik játékra gondolok, megmutatom nektek. Mi a f... Mi történik, gyerekek? Nem a... Mi történik? Ne! Nem hiszem, hogy megölte őt, és most meg engem akar. Na, még egyszer. Nem elég erősen ütök. És nem megy el. Ezt nem hiszem, gyerekek. Na jó van, ez befejezem ezt a gameplayt. Ez iszonyatosan nehéz az a játék, nem tudom. Komolyan mondom, hát ez megint mi volt? Kétszer ugye felhúztam, úgy működik ez amikor megpróbáljátok elhárítani a szar, vagy nem szarvasnak, hanem a farkasnak a támadását, hogy így bal gombbal fel kell húzni, amennyire tudjátok ezt a csíkot, és akkor jobb gombbal el tudjátok lőni. Akkor, mintha odaütnétek nektek ki egyet a bal gombbal, amikor minél nagyobb a csík, minél hosszabb, akkor azt jelenti, hogy milyen erősen ütök oda. Kétszer odaütöttem neki majdnem full erővel, utána még volt időm arra, hogy egy feleset oda csaptam meg, és nem történt el semmi, és itt rágott szét az a farkas. Ami igazából sokat nem tudtam előtenni, mivel egy rohadt menekülő szarvas üldözött, és utána, miután megölte, rám agrózódott. Na, szóval akkor megint egy tökéletes napot éltünk át ebben a játékban. Hát nem tudom, komolyan nem tudom, valami tanácsot adjatok, hogy hogy tudnék túlélni, vagy mit csináljak, mert így nem lehet, ez nem lehet létezni ebben a játékban. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, remélem azért tetszett a videó, hogyha igen, akkor dobjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornán, és tanácsokat mindenképp, hogyha lehet, írjatok, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon el vagyok keseredve. Na, köszi, sziasztok!